Igen, meleg, hála jó Istennek, nem ez a szar hideg, ami itthon van, és nagyon jó érezzük magunkat, tehát tegnap az évben a legszebb három hetünk volt. Én kopkáztam a beláncsomba. Most nyílt egy 25-50 dolaros kopkáztam a beláncsomba. És most akarnak ide egy no limit schnapszer asztalt. De arra, 9, arra, egy no limit 9. De arra mi nem tudom, hogy nevezek-e már. Elég meleg. Igen, azt kell mondanom, hogy ezt nem kell túl beszélni. Nem volt egy Hajdú Peti zsagokat a bazilika előtt, a galamb fölött. A bazilika csak izét, a Barbie házas bazilika volt. Egy nagyon kicsit kisebb volt a templom. De nagyon jó volt. A Mari járpont, a Peti fia hozta a gyűrűket. Szerencsére nem olyan, mint az apja, nem adta be előtte az aciba, hanem oda is került. Igazából csodálatos volt. Utána megkajáltuk. Utána? Milyen jó kaját? Nem a McDonald's-ba, te rohadék, milyen jó volt ez a mexikói kajáltat? Mexikói, de igen, tapasztos. Mexikói volt a McDonald's. Az egyébként, mi külön mentünk, nem együtt mentünk repülővel, a tiáig mentek Miami-ba még előtte, mi meg Los Angeles-be a csajommal, meg a gyerekkel, és külön mentünk. Attiláék nem zuhantak le, meg mi sem egyébként. Csak amikor leért volna a gép, akkor nagyon összehúztam magam, és pont akkor felugrott, és akkor felugrottam, és elestem, és akkor ugye a légállás. Egy bizonyos személy, hogy értem. Hát figyelj, nem először vagyunk itt, és ugyanúgy azt kell, hogy mondanom, hogy csodálatos, és nagyon jó csajok vannak itt, hallod. Igen, tehát ezt Nyíregyházától, Debrecentől nem lehet látni. Ez a kör, a nyírség és a hajdúság, ez mindig olyan csajokat termel ki, hogy fentről a színpadról csak egy szájtátva nézzük azt, hogy ez nem történhet. És a srácok, vagyis ugyan... És azok a jóképű fiúk, volt egy nagyon jó bajszos fickó. Ilyen muszklia. Látszott, hogy tornázik, nagy muszkija volt. Szóval jó volt. Nagyon jó buli volt. Mi már mondtuk a Barbizon szervező gárdájának, meg tulajának is, hogy minket már inkább ez ilyen nagy koncerttel kell inkább hívni, és szerintem ez be is jött. Tehát azért ilyen eseménynek sokkal jobb hangulata van, mint a sima ilyen haknis megoldás, amikor fél óráig próbáljuk az embereket szórakoztatni. Itt azért egy másfél óra szerintem minőségi szórakoztatást kapnak. A gyerek. Mi fogunk kiordani hónajban fogunk kiordani a gyerek. Zenére gondolunk, hogy van esetleg közös. A zenek. Gyerekek. Hónajban. Lesz, persze. Csinálni. Most a legutolsó sikerült a legjobban, mert elaludtam és én nem mentem a szöveget írni. Az nem annyira sikerült, jó? De amúgy igen, lesz, hogy nem. Le kellett volna adnunk már héten két nótát, határidőset, egyet csaptunk le. Szóval lesz valamikor nóta, hát azt nem tudjuk, hogy mikor. Lehet, hogy inkább a köbbért fogjuk fizetni most életünk végéig, amivel megbüntettek minket. De jó, egyébként jó leszünk magunkat, meg jó volt meg az bak. Sányi, tényleg tudsz fizetni. Ezért kell, Sanyi már, ezért kell a már. Kell a pénz, mert nincs semmi pénz a csepcsávónak. Héten le kell adni a csepcsávónak. Mondom, azt nem tudom. Nem lehet megírni magad te úgy. Tornunk sincs, akkor miből megyünk a ápizba. Kópa házat, C-O-P házat. A mazsadényesként, mellett. Mit akarsz még?